szavazunk először, aki egyetértére készülőség jelezze. Köszönöm. Megállapodó közülés egy hangulag elfogadta az egyességokmányt. Az Európai Területi Együttműködés, vagyis ETT, különböző országok régióit, önkormányzatait tömörítő szervezet, amely önálló jogi személyként minden alapító országában azonos jogokkal rendelkezik. Annak tagjai így hatékonyabban valósíthatják meg határon átnyúló fejlesztéseiket, könnyebben szerezhetnek azokhoz forrásokat. Az Európai Unió történetében először hoztak létre olyan ETT-t, amelynek Ukrajna is tagja. Egy új kezdetet jelent. Demonstratíven jók voltak a kapcsolataink, de hát az eszközeink is hiányoztak ahhoz, hogy ezeket mondjuk projektekben is visszaköszönni lássuk. Persze az NP-ben sok közös program valósult meg, de ezek olyan adott eszközök voltak, adott pénzügyi lehetőségek, amelyeket csak idézőjelben csak le kellett kötni projektekkel. Az ETT-ben, illetve az EGTC-ben olyan perspektívát is látok, hogy nem eleve adott projekteket és illetve pénzeket tudunk a régióba, a két szomszédos megyébe hozni. Az együttműködéshez Kijev jóváhagyása is szükséges. A ma aláírt megállapodás mutatja Ukrajna elkötelezettségét az Európai Uniós csatlakozás felé. A kelet-ukrajnai háborús helyzet kirobbanásának oka, hogy az ott élő emberek nem tudják felfogni az Európai Uniós társadalmi gondolkodás fontosságát. Ennek a területi együttműködési társulás sikerein keresztül azonban meg tudjuk mutatni az uniós normákat, és elérhetjük a társadalmi szükségletek kielégítéséhez elvárt infrastruktúra minimális fejlettségét. A fejlődésnek ez a példája pedig a kelet-ukrajnai politikai és háborús helyzet megoldásának a kulcsa is lehet. A létrejött Tisza Európai Terület Együttműködési Társulás segítheti a Kárpátalján élő magyarság életkörülményeinek javítását is. Ezzel lehetőség nyílik olyan Európai Uniós forrásokat átadni a kárpátaljai magyarság számára, amit legális formában, EU-s programok bevonása mellett jelentős összeget tudunk juttatni így. Én azt gondolom, hogy nem csak a szimbolika fontos, hanem a fejlesztési lehetőség is. Az Európai Unióban jelenleg 56 területi társulás működik, köztük 23, amelynek magyarországi tagja is van. Ezek eddig több mint 20 millió euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket.